Tisztelt Önök, Szent Miklósi polgárok! Engem kért fel a város képviselő testülete, hogy mondjak már egy pár gondolatot az ünnepi egyében. Én először egy verset olvasnék fel. Juhász Gyula. Szép Tündérország támad föl szívemben ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit élet vágott, behegeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben ilyenkor decemberben. És valahol egy kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek, a kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyük rendületlen, és ne csak így decemberben. Az advent második vasárnapja a megérkezés. Ezt jelenti a latin adventus, amit elsősorban a római katolikus liturgiából ismerünk, innet került át köznyelvbe. Gazdag jelentés rétegekből szült szeretetteljes várakozás, amely méltó módon készíthetjük elő legbensőbb családi ünnepünket, a karácsonyt. Az idők során az adventi szokások sokat változtak, ám lényeg örökké ugyanaz marad, felkészülés az örömre, a szeretet ünnepére és a megérkezésben teljesedik ki. A római katolikusoknál az advent az egyházi év kezdete is egyben, ennek megfelelően a megtisztulás és az előkészület a csendes bűnbánat időszaka. Hagyományosan ugyanolyan bőti idő, mint a húsvétét megelőző nagybőjt, az 1661-es nagyszombati zsinat be is tiltotta a lakodalmakat, zajos mulatságokat egészen vízkeresztig. Bár a bőtölési szokás 20. század közepére kikopott. Ugyanakkor funkciója ma is hasznos volna nem csupán a vallási értelemben, de lelki és testi egész. András napjához november 30-ára legközelebb eső vasárnapot ünnepeljük, advent első vasárnapját, és ekkor gyújtjuk meg az adventi koszorú első gyertyáját. Az adventi koszorút Johann Heinrich Wickern hamburgi evangélikus lelkipásztornak tulajdonítják, aki 1838-ban az általa alapított gyermekotthonban minden istentiszteleten egy-egy gyertyát gyújtott, helyezett el egy facsillára, így született meg az adventi koszorú, jelezvén a karácsony közelettét. A csillárkoszorúból született adventi koszorú szokását és szimbolikáját a római katolikus egyház hagyományából őrizzük, innen terjedt el egész Európában, így a Kárpát-medencébe is. Hit, remény, öröm és szeretet. Ez a négy adventi vasárnap központi motívuma és a koszorú négy gyertyájának jelentése is. Az első vasárnap megváltásba vetett hitünket jelképezi, Ádámot és Évát szimbolizálva, és a színe lila, akár csak a második vasárnapon a remény ünnepére meggyújtott gyertyái. A lila szín ezúttal a zsidó népnek tett ígéretre utal, miszerint ők adják majd a messiást, a világ megváltóját. Rózsaszín gyertyát gyújtunk advent harmadik vasárnapján, amikor világosság örömét, a megváltó érkezését idézzük fel, előrevetítve a karácsony központi motívumát. Így ez a gyertya a Szűz Máriát idézi, aki életet adott a kis Jézusnak. A negyedik, ugyancsak lila gyertyát, bűnbánat és megtisztulás jelképeként gyújtjuk meg, keresztelő Szent Jánosra emlékezve, aki megjósolta a megváltó eljövetelét. A négy égő gyertya együttesen a fény győzelmét testesíti meg a sötétség felett,
így nem csak keresztény, nem csak a keresztény, de az egyetemes emberi kultúra szimbólumai. A protestáns hagyományban több helyen is másképp néz ki az adventi gyertya. Lila helyett piros vagy vörös színű gyertyákkal, rózsaszín helyett pedig fehér gyertya van a koszorún. A fehér gyertya Jézus jelképezi, aki békét hozott a világra. Olykor a négy piros gyertya közepébe helyezik és gyújtják meg karácsony estéjén. A karácsony előtti időszak hagyományvilága még ma is legalább olyan sokrétű, mint az ünnep hajnalán. Tilalmak mellett varázslas és hiedelmek, valamint szívet melengedtető, dramatikus szokások is élnek a magyar nyelvterület különböző szegleteiben. Az adventi hajnali misék, azaz roráték, a család minden női tagjára nézve szinte kötelezőek voltak. Ám ha az eladó sorban levő leány még a roráté előtt levágott három darabkát a harangkötéből, és azokat pantlikájában hordta, farsangor komoly kérőre számíthatott. A roráté előtti idő egyébként a mágus zsidőnek számított, ekkor jártak a boszorkányok, ezért vigyázni kellett, hogy nehogy nyitva legyen az ól, nehogy megrontsák az állatokat. Mindkét hiedelem szokás igen praktikus gondolkodásra vall, a leányok is szívesebben mentek rorátéra, kelendőség ígéretével és a karácsonyra levágandó állatok védelmére is hatékonyan emlékeztetett a gonosztól való félelem. Karácsony előtt 9 nappal elkezdődött a Szent Család járás, vagy Szent Család 9-ed. Ezt a szokást szálláskeres a Szent Család néven is ismerjük, és a magyar nyelvterület keleti végein Szlovéniában, míg a 70-es években élénken tartották a székely közösségek is. December 15-én 9 család összeállt, hogy karácsonyig minden este egy-egy családhoz elvigyék a Szent Család képét, és imádkozzanak. A Szent Család fogadása advent volt az adventben, hiszen pontosan olyan előkészületeket igényelt, mint a karácsonyi várakozás. Kitakarították a házat, egy napig böjtöltek, hogy befogadhassák otthonukba a szentséget. Az adventi időszakra esik a gyerekek által várva várt Mikolás járás is, melynek ugyancsak keresztény gyökerei vannak. Szent Miklós püspök, a gyerekek, a diákok védőszentjének ma már mitikus alakja, elsősorban szegény sorsú gyerekek megsegítőjeként került a köztudatba, majd az ajándékozás szokása szélesebb körbe is elterjedt a 19. században. Ha advent első vasárnapján megnyitottuk a lelkünket mások felé, most eljött az ideje annak, hogy saját erőnkből másoknak is adjunk. Kiváló alkalom arra is, hogy átgondoljuk, mit is tehetnénk másokért. Vezéreljen bennünket segítő szándék, adjunk önzetlenül. Nem kell nagy dolgokra gondolni, lehet az egy-két ölelés, egy pár kedves szó. Gyújtsuk meg a remény szikráját azok szívében, akiknek biztatásunk kell ahhoz, hogy erőre kapjanak. Aranyosi Ervin, advent második gyertya. A második is fényre lobban. Jelzi, angyal szállt a földre. Éljetek méltóbban, jobban, s várjatok az újszülöttre. Lelketeket készítsétek a világ újjászülethet, szóljon szívből belsőjének, nyissátok meg szeretetnek. Legyen bennünk könyörület, úgy megváltunk, mikor várjuk, a világ is szemnek tűnhet, ha utunkat eképp járjuk. Találd meg a belső békét, s majd utat tisztán járod, élvezheted eredményet, egy csendes, szép, új világot.